dolgunkra az utcákon. Gondjainktól terhelve alig figyelünk egymásra, egykedvűen végezzük a ránk kirót feladatokat. Ám hétről hétre eljön az este, amikor felvesszük ünneplő ruhánkat, s lelkünket is ünneplőbe öltöztetjük, hogy beléphessünk Tália Istenasszony szentélyének kapuján. És ezzel kezdetét veszi a szertartás sorozat, aminek során jegyünket ellenőrizve eligazítanak, merre is menjünk, kabátunkat biztonságba helyezve néhány ismerős arcot keresünk a színes, nyüzsgő sokaságban. Majd jegyünk alapján megkeressük a számukra kijelölt helyet, és leülünk. Az utolsó jelzések elhangzása után behúzzák a bejárati függönyöket, a fények lassan kialszanak. Az utolsó későn jövőt még beengedik a helyére, és a beszélgetés moraját felváltja a várakozás csendje. Pillanatokon belül megkezdődik az előadás, de vajon hogyan is jutott el eddig a pillanatig a darab? Nézzünk hát most a színfalak mögé, és ismerkedjünk meg a színházzal és azokkal a számukra láthatatlan emberekkel, akik nélkül egy este sem gördülhetne fel a függöny. Történetünk másfél hónappal a bemutató előtt kezdődik. A színház társulata az Osztrigás Mici című végjáték, díszlet és jelmez terveinek elfogadására gyűlt össze. Nagyon régen készülünk egy par excellence komédiára, ahol semmiféle társadalmi izgalmat, vagy olyan szatirikus izgalmat, mint például a Revizorban nem kínálunk. Pusztán a mulatás, a mulattatás a célunk. És ebben a szezonban vettük először a bátorságot ahhoz, hogy egy klasszikus, nagyon nagyhírű komédiát vegyünk elő, amit egyébként nagyon-nagyon nehéz megcsinálni úgy, hogy valóban minden poén pontosan üljön, a jellemkomikumok, a helyzetkomikumok szépen kidolgozottan, professzionista módon működjenek. Tehát nagyon nehéz megcsinálni az úgynevezett könnyű műfajt, néha még nehezebb, mint az úgynevezett súlyos műfajokat. De úgy gondoltuk, hogy ez most legyen egy olyan szezon, hogy egy kicsit többet kacagjanak a nézők, többet mulassanak a nézők, mint eddig. Az ember kigondol egyfajta játékstílust, lát maga előtt, és ehhez képest szervezi a szöveget, a teret. Nyilván itt azt gondoltam, hogy inkább a Commedia dell'arte felé kéne elvinni ezt az előadást, és nem egyfajta polgári társalgási dráma felé, vagy darab felé, és nyilván ehhez képest az ember inkább úgy stilizálja a teret, több eleve teret, hát a tér az... Az egy színházban nagyon fura a tér, ugye, mert van egy színpad, és ha akarom, azt egy jó színész ki tudja tölteni egy körfüggöny, el tud játszani szelet, vihart, háborút, békét, szerelmet, minden nélkül. Olyan színház is van, ahol rengeteg meg van segítve, és igazi cigaretta is rágyújtok, és akkor korhű, kellékek, tárgyak, kanapék, függönyök, madarak, és mind a kettő tud színház lenni. Ez esetben inkább egy üresebb, lecsupaszítottabb térbe gondolkodtunk, és inkább a színészi játék attraktivitását szeretnénk majd előtérbe helyezni. A díszlet és jelmeztervek elfogadása után egymással párhuzamosan indulnak meg a munkák. A jelmezek készítésével egy időben megkezdődnek a színpadi próbák és a díszletek építése. Nézzünk először be a varrodákba. Ez olyan típusú ruha, olyan típusú ruha, hogy ez a fél szerepet megcsinálja. Szóval nem mindegy egyébként valóban, hogy az ember miben egy színpadra, hogyha olyan a szerepe, akkor az nagyon sokat árthat, rongálhat, de nagyon-nagyon sokat segíthet is neki arról. Tehát azért nem hülyeség ez, tehát én nem értem meg azt, aki azt mondja, hogy én gyűlölök följárni erre, hogy rajtam itten tüzögessenek, az majd meg is szenvedi. És mitől fél szerep ez a ruha?
attól, hogy eljátsza azt, hogy na most pont azt mondta a Kata, hogy te egy ilyen hosszú típusú ember vagy, hosszú nyakkal, neked a szád alá ér ez a hülyeség, ez a nagy gallér. Az én szerepem egy elkényeztetett úri fiú, aki a nagymamája mellett örök gyerek marad, érted, bármennyire is férfias akar lenni, és ez látványban megadja azt, hogy én nekem körülbelül idáig. Na, várja, igen? Igen? Jobban el lehet benne tűnni. Érted? Szóval ad egy ilyen, mint egy ilyen kis rejtőzködő állatka, aki olyan nagyon magabiztos akar lenni, tudod, a dolgában, és ezért bajt bajra halmoz, hibát, elejti a kardját, beleakad a köpenyébe. Tehát ez ugyanúgy a szerep része egy ilyen ruha. Hadd kérdezzem meg, de most így őszintén, kínál jobban a ruha? Hát azon, aki viselni is tudja. És aki tud vele bánni, és aki arra használja, amire való. Egyébként másnak is jól állhat, de kívülálló marad, aki belekerül. Az, amikor az ember egyszerre megtervezheti a díszletet és a jelmezt is, nagyobb szabadságot ad? Valamivel igen. Biztos, mert csak saját magammal kell veszekednem, nem pedig egy másik emberrel, és magammal azért elég. Jól elboldogulok. Mi volt az alapkoncepció itt az Osztrigás Micivel kapcsolatban? Hát végül is az, ami látszik. Tehát egy ilyen nagyon furcsa, groteszk, nem reális világ, illetve a reálisnak egy eltúlzott formába öntése. Tehát valami minden dolog egy kicsit sarkított legyen, borotva élen táncoló, amennyire ezt képesek leszünk most létrehozni. Ebből a rajzból, illetve itt a mellette lévő rajzokból egy Szabó meg tudja csinálni ezt a ruhát? Meg. Remélem, mert elkészült. Mert számomra Igen. Olyan furcsa, hogy eléggé elnagyolt. Igen, ugye eléggé elnagyolt, de végső soron a szabásvonala már első ránézésre tudható. Tehát ez egy redengó szabású, nem is tudom micsoda, szóval végül is félig frak, félig nem tudom mi, de szerintem ez egyértelmű, legalábbis remélem, hogy az, mert sikerült megcsinálni. És mi volt kész ebből, vagy teljesen új teljesen ez a... Teljesen új. Abszolút új. Én látok itt egy kardot is. Igen, azt én rajzoltam, hogy legyen még egy ilyen nagy szimbólum, ami megmarad csak egy kicsit kisebb formában, mert szerencsétlen ettől a nagy kardtól ennek a hurcolásával foglalkozott volna az előadás. Szóval ez így rajzilag érdekes, meg nekem úgy tetszett, én jót mulattam, amikor rajzoltam. Körbejártam háromszor a szobát, de a dolog ezen a szinten maradt, mert nem realizálható. Itt darabban vannak jelmezek, illetve vannak kellékek. A jelmezekhez készülnek kellékek, vagy válogatják, vagy hogy zajlik ez? Részben válogatják, részben készülnek. Ami nagyon jellegzetes, és illetve nagyon sok minden megtalálható a kelléktárban szerencsénkre, és nagyon sok jó dolgot találtam én is a darabhoz, de amik ilyen egészen speciális dolgot kell, hogy tudjanak, azok mindig készülni szoktak. És ezek, ha vége a darabnak, akkor hova kerülnek? Vissza a kelléktárban, és a jelmezek is? Jelmezek is. Az Osztrigás Mici próbáival párhuzamosan a színház többi színésze, Brecht, a Vágóhidak Szent Johannája című darabját is próbálja. A súgó itt is a próbák elengedhetetlen szereplői közé tartozik. Rendkívüli koncentrációt igényel az egész. Szóval tudnom kell, hogy a színész mikor fog majd levegőt venni, mikor fordul meg, és nagyon egy hullám hosszan kell, hogy legyek vele. Tehát szinte együtt kell vele lélegeznem, együtt kell vele, mintha mozognék vele, és tökéletesen egy hullámhoz az egész. Azt is tudod, hol téveszti el? Igen. Igen. Valakin például már a hátáról látom. Tehát megáll egy pillanatra, és már rögtön előtte, tehát felütés, úgy mondjam, nyomom alá a szöveget, hogy ez ne legyen gond, hogy ő megakad, vagy mit tudom én, ez a szó mégse jutna esetleg az eszébe. És akkor én már rögtön már adom alá. Van olyan színész, aki improvizál. Vele mi a teendő? Hát igen. Ő vele úgy vagyok, hogy ahogy elmondta a kis szövegét, ahogy improvizál, csak a végszót mondom a következő színésznek, hogy azt legalább azt pontosan mondja. Tehát nem is annak a színésznek súgsz, aki a szöveget mondja, hanem a másiknak, hogy legalább tudja, hogy... Igen, igen. És honnan tudod, hogy mikor fejezi be? Hát látszik rajta, leteszi a hangsúlyt,
nem tud már mit csinálni, szóval már látom rajta, hogy nincs benne a figurában már, nincs benne több, hogy úgy mondjam. És akkor már csak a végszót adom neki, és utána már jön a másik szereplőnek a szövege. Itt előadáson hogy hallani? Előadáson abszolút slowly-ba kell lenni, tehát teljesen halkan, szinte ahogy veszem a levegőt, olyan halkan kell mondani minden egyes szót. Sőt, én már úgy vagyok előadáson, persze sugótól változik. Van olyan sugó, aki folyamatosan mondja a szöveget. Én mivel már megtanultam, és tudom a szereplőket, hogy ők is tudják a szöveget, ezért nem sugok nekik. Csak szemkontaktust van. Tehát amikor én látom, hogy hirtelen kitágulnak a szemei, de azelőtt én már nyomom is a súdert, érted? Csak nagyon halkan. Szóval olyan halkan, hogy a nézőnek, ő ezt észre se veszi. Szóval ezek ezred másodperc töredéke alatt kell, hogy létrejöjjön, mert akkor a munkám semmit nem ér. A színház minden helységében az illemhelyektől az irodákon át a színészlakásokig, hangszórókon keresztül mindenhová elér a színpadi munkák egy másik nélkülözhetetlen munkatársának hangja. Hogy lesz valakiből ügyelő? Hogy kezdődik egy ügyelőnek a pályája? Hát, hogy lesz? Engem érdekelt, mikor ide kerültem 72-be, táncosként, és hát már akkor gondolkoztam rajta, hogy hát az nem egy nyugdíjas szakma, és mindig ideáltam az akkori ügyelő a Nagy Laci mögé, és roppant érdekelt az egész. És akkor 82-be volt egy ilyen lehetőség, hogy válthattam, és egy nagyon nehéz darabbal kezdtem, Csészár Imrével, az Angliai Erzsébettel. Szóval mindent meg lehetett tanulni. Kétszintes darab, 100 szereplős, csomó kisegítő benne, rengeteg fénnyel. Úgyhogy hát úgy belecsöppentem a mély vízbe. Tehát rendesen van nekem is szövegkönyvem, amit a 6-7-es próba alatt, vagy mikor mennyi idő van. Ezt ugye elkészítem, hogy benne legyenek a hívások. Szereplő, mikor kell, öltöztető, mikor kell, fodrász, mikor kell, műszak, mikor van változás. És akkor a változást szintén levezényelni, fény, hang, bár ők általában most már maguk dolgoznak, inkább csak akkor szólok fel, hogyha véletlenül nem jön be az a bizonyos jel. Volt már úgy, hogy némi gubanc? Volt. Azt szerintem mindenkivel előfordul. Ilyenkor mi a tendő? Hát kicsi pánikba vagyok. De hát szóval még olyan, hogy nagyon lekésett volna, valaki nem volt. Szóval már érzem, hogy nagyon jön a végszó, akkor azért folyamatosan hívom, de csak megérkezik egyszer. A tervelfogadást követően a díszletépítés is elkezdődik. A lakatos és asztalos műhelyek után a díszletek a festőtárba érkeznek, hogy ott elnyerjék végső formájukat. Hát az osztrigás díszlet egy eléggé sok, tehát sok minden van benne, amit az minden előfordul benne, ami egy díszleten előfordulhat. Mert a bútorok is, ugye hát elég szegényesek vagyunk a bútorok tekintetében, hát igazán nagyon drága manapság már megvenni egy olyan bútort, amit színpadra állítani. A bizonyos távolságból igazából a nézőt be lehet csapni azzal, hogy a nem olyan míves bútort is meg tudjuk olyanra csinálni, hogy úgy nézzen ki. Tehát ebben minden van. Ebben vannak mondjuk szép bútorok, vannak kitalált bútorok, tehát amit direkt a darabhoz készítünk. Ahogy az előbb említettem, van benne háttérvetítés, vannak benne festett elemek, amik tehát klasszikusan festett elemek, és van minden. Szóval minden van benne, hogy azt mondom, van plasztikus bokor, ugye, ami elefántokat fog ábrázolni tulajdonképpen. Ezt hogy sikerült megcsinálni? Hát ezek tulajdonképpen tehát a tervező megálmodta, hogy itt a bokrok, minden nyírod bokrok, minden francia kell, de tulajdonképpen egy drótvázra vannak megépítve, és hát az legegyszerűbb, van rajta egy álcaháló, ilyen katonai álcaháló, és az még ilyen plasztikus műanyag levelekkel még megvan bolondítva egy kicsit. Nem furcsa dolog ilyen hatalmas felületeket megfesteni? Hogy lehet ezt áttekinteni? Hát, hogy mondjam,
az biztos, hogy a külső szemlélő embernek ez sőt, képzőművészek meglepődnek, amikor ide bejönnek, mert hogy nem állványról vagy álló helyzetbe festi az ember. Engem is meglepett, megmondom őszintén, mert nekem az eredeti szakmám díszítő festő, hát templomokat restauráltam meg. Hát én tulajdonképpen azt tanultam, és amikor színházhoz kerültem, nekem is furcsa volt, hogy tehát leterítve a földön festünk meg, tehát rajta gyalogolunk, megyünk, és hát tulajdonképpen az arányokat, hát persze mondjuk ez be van egy ilyen, ha egy komolyabb figurális dolog van, akkor van egy ilyen arányháló, tehát méteres kockákra beosztjuk, hogy pontos legyen a rajz, de nekem is furcsa volt, és én állítom azt, hogy ehhez kell valamiféle adottság, hogy az ember ezt tudja csinálni. Olyan fajta alkotó munkára, hogy az ember képzőművészettel foglalkozni, ezt körülbelül egy 20 év el kellett döntenem magamról, hogy vagy ez, vagy az. Hát kettőt nem lehet együtt csinálni. Csinálom azt is, de nem olyan aktívan. Hol ülünk most? Tulajdonképpen most a Miskolci Nemzeti Színház zenekari árkán ülünk, ami 4 tagból tevődik össze, mindegyik önállóan süllyezhető, vagy együtt, tehát közösen is. Lehet látni, most be van épp rendezve egy produkcióra, de vannak olyan produkciók, amikor teljesen lent van a zenekari árak, mint játéktér, játszik úgy, hogy le van engedve, vagy pedig fönt van teljes színbe, tehát színpad színbe, és akkor egész az előszínpad használható, előre tudnak jönni. És mi van a színpad alatt még? A színpad alatt található a gépészeti és az elektromos berendezések, ami a forgószínpad, a zsinórnak a mechanikai részeit, az alsó színpad alatt található, itt vannak elhelyezve az elektromos berendezések. Megérkeztünk a Nemzeti Színház nagy színpadára. Mivel lehet ezt jellemezni? Hát jellemezni az elég nagy színpad, tehát az országban területileg is és gépészetileg is egy jó állapotú színpadnak lesz, ez nemrég lett felújítva. Felső, alsó gépezet, színpadpadozat, az országban az egyedül olyan színpadtér, amely billenthető szerkezet, tehát 180 cm-re föl lehet nullától 180 cm-re emelni, ez 12 méteren, mellette még ugyanúgy gyűrű és a tárcsa külön tud forogni, összekapcsolva és külön-külön. Tehát ez Magyarországon máshogy sehol nincs, hogy magát a színpadteret lehet billenteni. Ha fölfele haladunk, mit találhatunk, mit láthatunk? Hát tulajdonképpen fölfele haladva a zsinór karzatot, zsinórpadlást, a szellőzőt, a gépészeti elrendezéseket, a csigarendszert. Most 8 méter magasan vagyunk. És innen mit lehet irányítani? Vagy? Hát a díszlethúzó berendezéseket, kézi húzókat. Amik itt fölfele vannak. És ezzel a berendezéssel? Igen, ezzel a ponthúzókat lehet működtetni. És ez mit tud? Mert olyan jó nagynak tűnik, de... Hát van 48 darab ponthúzó golyó, egyenként 150 kilót bírnak. Egyszerre 10 darabot lehet mozgatni, így oldalirányba el lehet húzgálni őket. És különféle díszleteket lehet beleakasztani. Fönt az a zöld, az micsoda? Az egy taposó rács, oda föl lehet menni, és... Az a legteteje? Az a legteteje itt a zsinórkarzatnak, igen. Ez hány méter magasan van? 22-24 méter magas. Mit kell tudni egy színpadmesternek egy ekkora színpadon? Hát a színpadot, ahol dolgozik, azt ismerni kell, mert a produkciók az minden, nekem is, meg a kollégáimnak is, tehát minden produkció az új. Az új fogásokat, legfeljebb a régi berögzött szakmai gyakorlat meg a rutin segít itt, meg a kollégáknak a hozzáértése, de itt a színpadtechnikával azért tisztába kell lenni. Mi a veszélyes? Mit nem lehet csinálni egy színpadon? Hát színpadon nem lehet nem odafigyelve dolgozni. Ez egy nagyon veszélyes üzem. Itt talán az egyedüli olyan a színpadtér, ahol mert mindenütt, ha valaki ismerősebb, vagy daru, ki van írva, hogy a függő teher alatt nem lehet dolgozni. Itt az egyedüli a színpadtér, ahol mázsás díszletelemek lógnak fel, és ugyanúgy kell játszani, tehát biztonságosan kell dolgozni, és odafigyeléssel. Hogyan épül fel a színpad fénytechnikája? Hát, általában a világítást először mindig a gégenekkel kezdjük. Az általában most fog bejönni. Laci, add be, légy szíves, akkor először? Hát bejönnek a gégenek, utána fokozatosan adjuk hozzá itt ebbe a jelen esetben a plafont világítottuk,
Laci, add hozzá, légy szíves, az 59, 60, 56. Ezek a számok mit jelentenek? Ezek a számok a gépeknek a számát jelenti. Mindegyik egy áramkört jelent, és mindegyiken van egy 2 kW-os gép jelen esetben. Ez a, ami most bejöttek, ezek a színes fények a hídon vannak, és a világítási húzóban volt az előző, a kék, és továbbá, amiket majd most be fogok kérni, ezek a toronyban vannak ezek a gépek. Először is mindig a színes alapokat csináljuk meg. Miért? Hát, mert ezek a hatásfények. Ez az alap? Igen, ez az alap, és akkor még ehhez hozzájön itt majd még a két ajtófény. Laci, add hozzá, légy szíves, a két ajtófényt is. Igen, most bejöttek. Add hozzá, légy szíves, még a két kanapéfényt. És amikor bejöttek ezek a színes fények, és a rendező azt mondta, hogy jó, és akkor általában bekérjük előről a fehér derítést. Most bejöttek a kanapéfények, és amikor ez rendben van, akkor előről a derítés. Laci, légy szíves, add hozzá a fehér derítéseket. És akkor bejönnek hozzá a fehér derítések, és ettől lesz a színészeknek arca. És ebben bevilágítjuk a játékteret. A világosító hol van előadás alatt? Húha, sok helyen. Mert? Hát van a világosítók közül vannak, akik tábláznak, tehát akik a számítógépen dolgoznak, ők az előadásért felelnek. Tehát ő rajtuk múlik az előadás. Ők, ha valamit elnéznek, egy végszót vagy valamit, akkor abból gondok van. Mert akkor nem úgy jön a fény, nem végszóra történik. És a többiek? A többiek színpadon dolgoznak, változáskor. Tehát mert ez a második felvonás, ahogy mondtad is, egy kertben játszódik oda, a nagy vetítőket fel kell cipelni, be kell állítani őket, úgyhogy jön. És a fővilágosító mit csinál? Hát a fővilágosító a premier után már egy kicsit lazíthat, és esetleg, hogyha valami gond van, akkor. De csak felügyeli. Felügyeli a munkánkat. Akkor már így magától kell menni mindennek. Thank you.
próba folyamat rendkívül izgalmas az elejétől kezdve a végéig, szóval hihetetlen megcsinálni egy darabot. És szeretem ezt csinálni nagyon. A legszebb talán az, hogy akik kiindulnak a nézőtéren, azok csak a csillogást, vagy a produkció létrejöttét látják, azt a sok szenvedést, ami ugyanúgy egy produkciónál létrejön művészileg, technikailag, azt a végén már nem látja senki, azt csak mi tudjuk. Ez a kulisszatitok. Nincsen rossz néző, csak jó néző van a színházban. Bármilyen is, hangos, vagy nem odafigyel, a nézőtérnek a néző akkor is jó. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket. Ha kedvük támad megtekinteni a darabot, azt a Miskolci Nemzeti Színház nagyszínpadán április végéig megtehetik. Magazin műsorral legközelebb március 18-án szerdán jelentkezünk, itt a Televízió 1-es csatornáján. Rövidesen körzeti híradónkat látják. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!